Nőtt az átlagfizetés. Idén februárban a nettó átlagbér 6,5%-kal volt magasabb, mint 2014 februárjában. Az összeg 1731 lei. Januárhoz képest azonban az összes ágazatban csökkent az átlagbér. Sárga jelzésű figyelmeztetés van érvényben ma 3 órától. Jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani, a hegyekben és hegyközti medencékben havazás várható. Felerősödik a szél, elérheti az 50-60 km/órás sebességet is. Az erdélyi megyék közül Kovászna és Hargita megye egészére kiterjed a riadó, és részben Maros, Brassó, Szeben, Beszterce-Naszód és Máramaros megyékre. A figyelmeztetés holnap este 8 óráig érvényes. 3 párt jutna be a parlamentbe, ha most tartanák a választásokat. Az új liberális párt kapná a legtöbb szavazatot, 44%-ot. A PSD lenne a második bejutó 34%-kal. Az RMDS követi a nagy román pártokat 5%-kal. Néhány héten belül folytatódik a Bors és Berettyó Széplak közötti autópálya építése, jelentette be az országos útügyi vállalat. Az 52 kilométeres szakaszon 4 éve nem dolgoztak, 1 kilométer megépítése 3 millió euróba kerül az államnak. Idén is meghirdeti az öndönt elnevezésű pályázatát a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány. Az udvarhelyszéki civil szervezetek ezúttal is 2 témakörben, eszköz- és anyagbeszerzésre, valamint PR tevékenységre pályázhatnak. A pénzalapot a közösségi kártya használatából 2014. októberében begyűlt pénzösszeg biztosítja, a keretösszeg 12 ezer lei, a maximálisan megpályázható összeg pedig 4 ezer lei. A dokumentációt április 14-éig küldhetik be a szervezetek. Székelyudvarhelyen is kiállították Gábor Áron rézágyúját. Az utolsó megmaradt relikvia szerdán érkezett a városba, és a Házrezső Múzeum márciusban nyílt a Szabadságharc ereklyéi című kiállítást egészíti ki. A tárlat 2 hétig látogatható. 4. alkalommal hirdeti meg közösségi kert programját a Gyergyószentmiklósi önkormányzat. Ennek keretében használatba adhatják a földjüket azok, akik nem művelik meg. A felajánlók a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán jelentkezhetnek, ugyanitt adhatják le a kérvényeket az igénylők is.